vérmérgezésben egy baktérium által okozott vérmérgezés. Ugye természetesen lekerült Pécsre, az intenzív osztály, és Pécset egy vérmérgezésben meghalt a kislány 2 nap alatt. Győri Gábor szekszádi gyermekorvos azt a néhány hónappal ezelőtti esetet idézi fel, amikor a gyerekorvosi ügyeletre egy bárányhimlős kisgyereket hoztak be a szülei azzal, hogy lázas, legyengült és a testén kijött kiütések is elfertőződtek. A gyerek hiába került gyorsan kórházba, belehalt a szövődményekbe. A bárányhimlő nyomatékosítja a gyerekorvos, a közvélekedéssel ellentétben ugyanis nem egy ártalmatlan, banális betegség, nagyon is komolyan kell azt venni. Ezen kiütéseknek a felülfertőződése, a baktérium általi felülfertőződése és elgenyedése okozza a problémát. Ezen kívül okozhat problémát még a bárányhimlő vírusnak a központi idegrendszerbe okozott gyulladásos folyamata, illetve csontvelőre is nagyon komoly és nagyon károsító hatást tud kifejteni. Győri Gábor azt mondja, évről évre egyre több szülő kéri a védőoltást a gyerekének. Ebben a körzetben a páciensek 30-40%-a van beoltva a betegség ellen. A gyerekorvos éppen a súlyos szövődmények és a legutóbbi haláleset miatt is örvendetesnek tartja, hogy szeptembertől ingyenes és egyben kötelező lesz a bárányhimlő elleni oltás a Nemzeti Népegészségügyi Központ javaslatára. Csak úgy, mint a világ többi részén, Magyarországon is beillesztik a Nemzeti immunizációs programba. Egyedül a 2 szükséges vakcina időzítéséről van vita. A 2 injekciót a tervek szerint 13 és 16 hónapos korban adják majd be a gyerekeknek. A házi gyermekorvosok egyesülete szerint inkább a bárányhimlő elleni védőoltást a többi oltással együtt kellene beadni a gyerekeknek 15 és 18 hónapos korban. Győri Gábor is ezt tartaná észszerűnek, mivel így a kicsiknek nem kellene 2 újabb alkalommal átélniük azt a pszichés stresszt, amit az oltás okoz.